Nem a legjobb hangulatban utazott el első bajnoki meccsére a Kisvárda, az utolsó edzésen ugyanis a kezdőcsapatba jelölt Délceg Gergely bokatörést szenvedett, így míg társai Csákvárd felé tartottak, őt már a várdai kórházban műtötte a csapatorvosa. A budaörs albéletben fogadta a vendégeket, akik gyakorlatilag végiguralták a mérkőzést. A jó néhány helyzetből kettőt váltott a góra a kisvárdaiak, Lukasz a 21., Rajci pedig a 37. percben talált a kapuba. A jó rajt volt az elvárás, és a saját játékunkat tudjuk játszani, amivel természetesen a győzelem volt a fő cél, hisz ez nagyban befolyásolja és meghatároz az egész bajnokságba való szereplést, amit én úgy ítélem meg, hogy eredményesen tudtunk megoldani. Természetesen voltak sok hibák, voltak nagy lehetőségeink, amivel nem tudtunk élni, de ez az elkövetkező idők feladata lesz, hogy ezeket hogy tudjuk finomítani, és hogy tudunk ezen javítani. A forduló további eredményei a következők: Dorog Cigánd 2-1, Cegléd Békés Csaba 3-0, Nyíregyháza Spartakusz Csákvár 0-0, Soroksár Puskás Akadémia 3-3, Grosics Akadémia Szeol 1-0, Mosonmagyaróvár Zalaegerszeg 2-1, Szolnok Kozár Misleny 1-0, Siófok Vác 1-0 és Balmazújváros Sopron 1-0. Az edző szerint már a nyitány igazolta a bajnokság előtti várakozásokat. Egyetlen csapat sem lehet biztosra sehol, hisz bárhol történik váratlan eredmény, ha csak a Cegléd Békés Csaba mérkőzésre utalok, de ugyanúgy a Soroksár felcsút mérkőzés is bizonyította mindezt. Hát a Nyíregyházáról nem beszélve, hisz itt is sima győzelmet vártunk, azt hiszem, mindannyian, de a többi csapatok is ugye elég szoros mérkőzések alakultak ki, és ez a bizonyíték annak, hogy nagy harc lesz az egész bajnokság során. A Kisvárda Mastergood a második fordulóban a Soroksárt fogadja, a Nyíregyháza Spartakusz pedig Vácra látogat.